Piéta szobor a Háromtölgy kápolnában. Dr. Smatovics János győri prépost kanonok ajándékozta a Magyaróvári Egyházközségnek. Készhigiénés nap a Karolina Kórházban. Online formában rendezték meg a versenyt és hirdettek eredményt. Flash tábor. Élményteli napközis foglalkozásra várták az alsósokat. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvár TV híradóját látják. Egy új piéta szobrot ajándékozott dr. Smatovics János győri prépost kanonok a Magyaróvári Egyházközségnek, amelyet július 2-án áldott meg a Háromtölgy kápolnánál. Az ünnepség és ájtatosság után agapéra várták a híveket. Egy lepellel takarták el az ájtatosság előtt azt az új piéta szobrot, melyet dr. Smatovics János győri prépost kanonok ajándékozott a Magyaróvári Egyházközségnek. Az ünnepség kezdetén Bodó Zoltán magyaróvári plébánossal közösen leplezték le a Jézust és Máriát ábrázoló új szobrot. A Fekete-erdei út mentén található Háromtölgy kápolnához várták július 2-án a híveket közös imádságra, valamint a szobor és az épület külső falán elhelyezett címtábla és Mária hét fájdalmát felidéző négy nyelven olvasható tábla megáldására. Áld meg, Urunk, Istenünk, Isten anyjának ezt a szobrát, mely arra emlékeztet, hogy Mária Krisztus édesanyja, és a mi édesanyánk is, aki segítségül hívhatjuk minden szükségben. Az ájtatosságon felidézték Mária hét fájdalmát, majd a közös imádság után az atya elmondta, a Háromtölgy kápolnában korábban már volt egy szobor, sajnos azonban ellopták. Az új szobrot Lengyelországból hozatták, és a kápolna ékét adja majd. De azt akarom, hogy a hit kicsit lendüljön föl, és most miután ez a zöld övezet, meg klímavéden, stb. Hát itt van, Isten adta, csak védenünk kell, és őrizni. Óvárjuk le olyan ajándékukat. A Fekete-erdei út mentén található kegyhelyet 1890-ben építették a magyaróvári hívek. 40 évvel később, 1929-ben az épület közadakozásból harangot is kapott. A kápolna kialakulásával kapcsolatban több monda is létezik. A legismertebb szerint a Fekete-erdő felé vezető út melletti sűrű erdőben egy kéményseprő legényt farkasok támadtak meg. A legény a farkasok elől egy fára menekült és imádkozni kezdett a megmeneküléséért, ami csodálatos módon be is következett. Hálából a kéményseprő az egyik fára egy szent képet akasztott, az idő múlásával pedig egyre több hívő kereste fel ezt a helyet. A kápolna az 1950-es évekig búcsújáróhely volt. Összesen 160 gyermek indult a Karolina Kórház rendelőintézet által meghirdetett készhigiénés nap versenyen. A 32 csapat két kategóriában vett részt a megmérettetésen, az eredményt pedig június elején online hirdették ki. A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósult meg. Kedves résztvevők, nehéz év van mögöttünk. Kicsitől a nagyig mindenki megérezte, milyen a bizonytalanság, az aggodalom, az érintés hiánya, mennyire fontos az egymásra való odafigyelés. Dr. Takler Ágnes, a Karolina Kórház rendelőintézet főigazgató főorvosa online köszöntötte azokat a gyermekeket, akik részt vettek az intézmény által meghirdetett online készigénés napon. A Karolina Kórház évek óta részt vesz a készigénés világnapon, aminek keretében alkotói pályázatot hirdetnek meg az általános iskolás gyermekek számára. 2009-ben jelent meg az a WHO irányelv, amely ajánlásokat tesz az egészségügyben dolgozók kézfertőtlenítésére, készhigiénére, kapcsolatban. Mi is csatlakoztunk ehhez a kampányhoz. Azóta minden évben május 5-én megrendezzük a készhigiéniás napot, amelyet különösen fontosnak tartunk, hiszen nem csak az egészségügyi dolgozók körében fontos a kézfertőtlenítés, hanem a lakosság, illetve ismerjék meg már a gyermekek is ennek a jelentőségét. 2020-ban a hagyományos versenyt nem tudták megszervezni a térség iskolásai számára, idén azonban a Flash Nonprofit Kft.-vel együttműködve online hirdették meg a programot. Erre 5 fős csapatok jelentkezését várták általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai köréből. Összesen 32 csapat jelentkezett, ami 160 diákot jelent, nem csak Moson-Magyaróvárról, hanem Dunakilitiről, Kimléről, Darnózseliről, Halásziról és Dunaszigetről is.
Különvettük az alsós, illetve a felső tagozatos gyermekeket. Az alsó tagozatosoknak egy online tesztet és egy tehát rajzzal kellett készülni, meg a felső tagozatosoknak szintén online teszttel, illetve kisfilmmel, és ezek alapján rangsoroltuk, zsűriztük, illetve bíráltuk el a győzteseket. A COVID-19 készhigién és szemmel című pályázat eredményét az idei évben az online térben hirdették ki. Az idei készhigién és nap az infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Karolina Kórház rendelőintézetben című EFOP pályázat keretében valósult meg. Népszerűek a Flash Központ nyári napközis táborai, melyeket ezúttal két időpontban hirdettek meg a szervezők. Az alsó tagozatos gyerekek bepillanthattak a Flash kulisszái mögé, kirándultak a várban, és a Mosonmagyaróvár TV-nél is kipróbálhatták magukat műsorvezetőként, operatőrként és narrátorként is. Jó estét kívánok, ez itt a Mosonmagyaróvári TV. Műsorvezetőként és operatőrként is kipróbálhatták magukat a Flash tábor résztvevői a múlt héten, amikor ellátogattak a Mosonmagyaróvár TV szerkesztőségébe is. Az elkövetkezendő napok időjárására kedden és szerdán is marad a kánikula. Ismét meghirdette nyári napközis táborát alsósoknak a Flash Központ. Június 21-től 5 napon keresztül izgalmas programokon vehettek részt a gyerekek. Több programmal készültünk a városban, illetve több programmal készültünk itt a gyerekeknek benne a Flash Központban. Célunk, hogy megmutassuk azokat a helyeket, zugokat, ahova magától az emberek nem jöhetnek be, tehát felmentünk a padlásra, a pincébe, megnéztük a szenikát, fölmentünk az új stúdióba, illetve ellátogattunk a tévéhez is. Ezen kívül kirándulhattak a gyerekek a várban, pancsolhattak a termálfürdőben és kisvonatozhattak is. Mindenki nagyon jól érezte magát. Már másodszorra vagyok, mert tavaly is voltam, valamennyi programot meg embereket már itt ismerek. Voltunk a stúdióba, a zenestúdióba, a tévébe, voltunk a zeneiskolába, a könyvtárba, a várba, az egyetemen, a termába is. Mi volt a kedvenc programod? Amikor a termába voltunk. A kedvencem az volt, hogy elmentünk a könyvtárba. Voltunk az egyetemen, voltunk a várnál, sétáltunk is, úsztunk a termálvízben, csúszdáztunk is. És nekem azt tetszett a legjobban, hogy a könyvtárban is jártunk, meg még a zeneiskolában, hogy lehetett olvasni a könyvekből. Fogocskáztunk, jól éreztem magam, pingpongoztunk, csocsoztunk, meg beszélgettünk. A gyerekeknek a napközis foglalkozáson túl napi háromszori étkezést is biztosítanak a szervezők. A tábornak nagy sikere volt, hiszen mindkét időpontra, a júniusira és a júliusira is beteltek a helyek. Egy ismeretlen férfi a vasútállomás kerékpártárolójából június 11-én a hajnali órákban ellopott egy lezárt kerékpárt. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfiről a helyszín közelében elhelyezett biztonsági kamera felvételt készített. A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Mosonmagyaróvári rendőrkapitányságon, illetve névtelensége megőrzése mellett, hívja a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját a 0696 417 329-es, vagy az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefon tanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét. Földi kémiai védekezést hajtanak végre a szakemberek a szúnyogok ellen július 7-én a napnyugta utáni időszakban Mosonmagyaróváron. A lakosságnak azt tanácsolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni tilos. Rossz idő esetén a tartalék napok július 8-a és 9-e.
Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Kedden ismét a napsütésé lesz a főszerep, erősödik a nappali felmelegedés is. Moson-Magyaróváron és környékén 32 fokot mérhetünk majd, magas lesz az UVB sugárzás is. Szerdán is marad a nyárias idő, sok napsütéssel, tovább melegszik a levegő, a nappali csúcs 34 fok lesz. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most válogatást nézhetnek meg archívumunkból, kedden 19 órától pedig a Honvéd 7 című műsort vetítjük. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órától várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!